2015-ben végeztek talajradaros vizsgálatokat a Szent István székesegyházban, ami kimutatta, hogy belül komoly falmaradványokkal kell számolni. Ezt erősítette a bazilika környékén végzett ásatás eredménye is. Augusztus óta dolgoznak a régészek a belső térben, Reich Szabina irányításával. Olyan leletekre bukkantak, amelyek miatt egyértelművé vált, hogy a négykaréjos templom és a püspöki székesegyház középkori előzménye között építéstörténeti összefüggés van. Egyértelműen vált, hogy a négykaréjos templom, illetve a mai püspöki székesegyház középkori előzménye között építéstörténeti összefüggések álltak fenn, és ezek bebizonyosodtak a mind a külső, mind pedig a belső munkálatok során, ugyanis a négykaréjos templomnak a keleti karéját elbontva egy egyhajós templomot építenek hozzá az Anjou-korban, majd pedig ezt követően így a 15. század első felében pedig egy háromhajós templommá építik ki ezt az épületet. Több tárgy is előkerült, aminek szintén nagy jelentőséget tulajdonítanak. Erről mit lehet tudni? Elsőként megemlíteném az itt látható lábazati elemet, amely falpillérnek a lábazatához tartozik, ugyanis ez segítette nekünk a keltezést. Ezt a művészettörténeti kutatás az Anjou-korra teszi, tehát ennek alapján keltezhető az egyhajós templom kiépítése. A másik nagyon fontos leletünk az itt ezen a területen került elő, egy limozsi korpusz, amely a 13. század első felére tehető. Ez egy keresztet díszítő Krisztus ábrázolásról van, a Krisztus fején koronával, széttárt karokkal. Jellemző erre a típusra, hogy ez egy ötvös műhelyből, egy dél-franciaországi ötvös műhelyből származik, zománc díszítéssel látták el ezt a Krisztust. Ez mire enged következtetni? Ezek a tárgyak, ezek a kultikus vagy kegytárgyak, ezek vagy kereskedelmi úton kerültek, vagy pedig tudjuk azt, hogy francia klerikusok is érkeztek a hazánkba, tehát elképzelhető, hogy ők is hozták magukkal, és éppen ebben a templomban helyezték el. Mi lesz majd a folytatás? Hát amiket itt most feltártunk, ezt követően következhet a tudományos feldolgozása, tehát kiértékeljük az itt szerzett információkat, valamint a leletanyagnak is, tehát itt értem az embertant, a kerámia, fémtárgyaknak a feldolgozása, amely bizony hosszabb időszakot vesz igénybe. Hogyha már az embertant említett, akkor előzetesen ugye már a külső feltárásoknál is rengeteg kriptát, illetve temetkezési helyszínt azonosítottak. Ez itt a belső térben is így volt? Ahol itt állok, itt mellettem is két kriptát alakítottak ki, ezek valószínűleg késő középkori kripták. De a szentély falon túl, aminek ugye itt lehet látni a falmaradványait, ugyanúgy temető működött, hiszen templomon kívüli térről van szó. Itt koporsós temetkezéseket találtunk, a ugyanúgy világi egyházi személyek egyaránt temetkezhettek, nők, férfiak, gyermekek egyaránt. A 15. század első felében egy háromhajós templommá építették az épületet. A magához, a lábazathoz megtaláltuk a járószintet is, tehát sikerült megfigyelnünk szentélyhez tartozó járószintet, és ennek a járószint felső törmelékes rétegéből került elő a limozsi korpusz. Augusztus óta zajlik folyamatosan itt a Szent István székesegyházban a feltárás a Szent István Király Múzeum régészeinek a közreműködésével. Milyen fontos eredményekre jutottak, és mi a jelentőség ennek a feltárásnak? Azt gondolom, hogy azt már korábban is a korábbi kutatásokból, a korábbi szakemberek által készített feltárásokból, Siklósi Gyula professzor úr munkájából is pontosan lehetett tudni, hogy ez egy nagyon fontos helye volt a magyar nemzetnek történelmi szempontból, és nyilván egyháztörténeti szempontból is. Ez a domb, az nem önmagában egy domb volt, hanem az egyik bizonyíték a Székesfehérvár történelmi szerepének, és ezért nagy lehetőség az, hogy a bazilika külső felújítását követően van lehetőség egy teljes belső rekonstrukcióra. Köszönet a kormánynak, aki ezt finanszírozta, és köszönet az egyházmegyének, ő lehetővé tette, hogy a Város Múzeum, a Szent István Király Múzeum régészei feltárhassák azt a területet, amire valószínűleg még soha nem került sor. Itt a bazilika belsőjében, nem messze ugye a négy karéjóstól, tehát magyarul a Géza fejedelem korabeli előzményektől, és azt gondolom, hogy ezek a feltárások igazolták is, hogy miért kiemelkedően fontos hely ez, nem csak Székesfehérvár, hanem a magyar történelem vonatkozásában is, és hát előkerült
kerültek olyan dolgok, élükön pedig egy csodálatos korpusz, ami pedig ennek a feltárásnak az eredményét szimbolizálja, meg fogja tudni mutatni a külvilág számára is. Az első időszakban november 5-től Szent Imre ünnepétől szeretnénk ezt bemutatni a Városházán, ezzel is kiemelve ennek a feltárásnak és az eredménynek a jelentőségét, utána pedig azt gondolom, hogy majd a felújítást követően vissza kell kerülni a Székesegyházba. Nyilván a múzeum letétjeként, de mégiscsak ott megőrizve, ott bemutatva, ahol egyébként a szakemberek megtalálták. A szakembereknek pedig külön köszönöm, hogy az elmúlt hetekben óriási munkával ezt a feltárást elvégezték, és nagyon-nagyon sok régi információt, sejtést, tudományos feltételezést megerősítettek, és új információkat is szereztek. Ezt pedig a következő hónapokban, években feldolgozva a nagy nyilvánosságnak be is fogjuk mutatni. November 5-től egyébként nem csak a korpuszt szeretnénk bemutatni a Városházán, hanem magának a feltárásnak a történetét is, és néhány olyan adatot, amit a szakemberek fontosnak tartanak, és időről időre szeretnénk magáról a feltárásról is azt bemutatni, és lehetőséget adni a szakembereknek, hogy elmondják, hogy mit, hogyan, milyen körülmények között találtak, kutattak. Ugye említette ön is azt, hogy az eddigi sejtéseket, vagy az összefüggéseket most tulajdonképpen igazolni is tudták a szakemberek ennek a belső ásatásnak az eredményeivel. Az egyik például ugye ilyen, hogy a négykaréjös templom és a bazilikai középkori előzmények között építéstörténeti összefüggés van. Ez is egy jelentős momentum, nem? Igen, az összefüggést korábban is lehetett sejteni, viszont ez a mostani kutatás ezt vissza is igazolta, most már tudományos, mondjuk úgy, alapossággal is lehet ezt elemezni. Ez egyértelműen összeköttetésben volt közös funkciókkal, és ezek a funkciók nem ezek nélkül, a funkciók nélkül nem elképzelhető megérteni Székesfehérvár történelmét és történelmi jelentőségét is. Önmagában annak a helynek, annak a domnak a jelentőségét is a magyar történelemben, ahol most mi magunk is állunk, és ahol néhány méterre egyébként a feltárások ezt a történelmi előzményt és összefüggést ezen épületek és funkciójuk között egyértelműen igazolta is. Ugye néhány évvel ezelőtt, vagy nem is olyan régen volt egy olyan tudományos, hát nevezhetjük tudományosnak, de egy állítás, hogy hát Fehérváron tulajdonképpen mégsem volt semmi, akkor ez mindezt egyértelműen cáfolja. Én úgy gondolom, hogy ez teljesen egyértelmű volt eddig is, hogy ilyet állítani az felelőtlenség, és nem is igaz. Most egy újabb kutatás bizonyította ennek a városnak a történelmi jelentőségét, és azt, hogy egyébként azok az elődök, akik dolgoztak ezeken a területeken, gondolkodtak azon, hogy hogy is nézhetett ki a vár, a váron belüli, mondjuk, hogy belvárosi lét mi hol volt, milyen funkcióval, gondolok itt Siklósi Gyula professzor úrnak a munkásságára, az egyértelműen visszaigazolódott. Kapnak. Egyébként nem csak itt a bazilika alatt, hanem más területeken is, többek között most éppen a Széchenyi út Horváth István kereszteződésénél a feltárásoknál, ott is igazolódik egy korábbi feltételezés, ami egyébként azért a város nagyságát is, középkorhoz mért nagyságát is azt gondolom, hogy jól bizonyítja. Én bízom benne, hogy minden ilyen kérdéssel egyértelmű válik, hogy ebben a városban nem azt kell kutatni, hogy mi nem volt Székesfehérvár, hanem azt illik kutatni, hogy mi volt Székesfehérvár, mert hogy sok minden volt, és nagyon fontos volt szerepe, az azt gondolom, hogy egyértelmű. A Székesegyház feltárása során előkerült kincsekkel, a tudományos eredményekkel minden érdeklődőt megismertetnek majd. A korpusz egyrészt egy nagyon szép művészeti alkotás. A 13. század első felében számtalan ehhez hasonló korpusz került elő Magyarországon, Székesfehérváron még nem, ilyen méretű és ilyen korú. Tehát mindenképpen számunkra ez egy nagyon fontos, nagyon kedves emlék, és hát kormeghatározó, gyakorlatilag a IV. Béla utáni időszak, vagy körüli időszak, tehát a tatárjárás körüli időszakra egy kormeghatározó bizonyíték, ami most előkerült itt a Székesegyházban. Ha már akkor meghatározást említette, és az építészeti vagy építészet történeti összefüggéseket is ugye kiemelte már korábban Reich Szabina is, az is egy fontos momentum, hogy tulajdonképpen a négykaréjos templom, illetve a bazilika középkori előzmények között végül is összefüggés is kimutatható. Igen, eddig ezt az összefüggést sejtettük, most pedig már kézzelfogható bizonyítékunk van,
és mint minden a Székesegyházzal kapcsolatos, Székesegyház belső felújításával, rekonstrukciával kapcsolatos munkát alaposan dokumentálunk, és szeretnénk, hogyha ezek a dokumentumok nem csak a tudomány számára, hanem minden érdeklődő számára elérhetőek lennének, ezért majd azon gondolkodunk, hogy hogyan tudjuk megoldani azt, hogy a Székesegyház felújítása után ezeket az eredményeket egyszerű és közérthető formában közkincsé tegyük az ide érkező turistáknak, híveknek. Régészeti ásatás befejezése után hamarosan elkezdődik a állványzat építése, amiről pedig majd restaurátorok megkezdik a mennyezetképeknek a felújítását. Ezzel párhuzamosan a oltárképek, egyéb táblaképeknek a restaurálása, illetve a szobrok restaurálása is megkezdődik, valamint a felújításra járó építőmesteri munkákat is hamarosan megkezdik a vállalkozók. Az a tervünk, hogy 2022-ben meg lehet nyitni a bazilikát, és hát reményeink szerint valóban egy ragyogó, díszes belsőbe érkezhetnek majd a hívek, és nem csak 2022-ig kell várni, hanem folyamatosan a felújítás alatt szeretnénk tudósítani mindenkit, aki érdeklődik a Székesfehérvári Szent István Király Székesegyházról, vagy Székesegyház iránt. Interneten is, illetve a sajton keresztül is fogjuk tájékoztatni a érdeklődőket. A belső teréből a műtárgyak kikerültek, jelenleg a székesfehérvári Csók István képtárban egy kiállításon láthatóak. A templom külső rekonstrukciója, felújítása után lehetőségünk nyílt arra, hogy állami önkormányzati egyházi összefogással a templom belsejét is megújítsuk. És amikor ezen gondolkoztunk, fölmerült annak a lehetősége, hogy most mód nyílhat arra, hogy a templom alatti rétegeket megkutassák a szakemberek. Ehhez az a megfontolás kellett, hogy szeretnénk tudni ennek a helynek, ennek a szent helynek a történelmét. Megadtuk az engedélyt némi tanakodás, imádság után, és így itt egy nagyon jelentős régészeti munka, feltárás indult el, amely nekünk is nagy élmény, hívő embereknek, és nagy élmény a régészeknek is, hiszen nem megbolygatott rétegekkel találkoztak, amelyeket egymás után tudtak feltárni, és eléjük tárult egy olyan kép, amely azt igazolja, hogy ezen a helyen valójában mindig is imádkoztak a magyarok. Itt mindig is templom volt, ez mindig is szent hely volt, ahová igyekeztek a halottaikat eltemetni, és ha egyik templom elpusztult a történelem viharába, annak a romjaira építették az új templomot, és így mondhatjuk, hogy ha a templomok változtak is, az imádság szent helye mindig megmaradt. Ez a hely a magyarság egyik legősibb, legszentebb, legfontosabb szakrális helye. Akkor szakrális szempontból mindenképpen nagy jelentősége van az itt talált eredményeknek, nem csak történeti szempontból, ha fogalmazhatok így. Történelmi és szakrális szempontból egyaránt nagyon jelentős az az eredmény, amelyet a régészek fel tudtak tárni, és amelyeket ők sokkal értőbb szemmel látnak, mint egy laikus, aki látja a gödröket, látja a köveket, látja a falak formálódását, de ehhez igazából egy értő magyarázat kell, hogy az ember lelki szemei előtt megnyíljon az a valóság, amely valamikor templom volt, amely most már csak néhány kő, néhány rom, néhány négyzetméter fal maradvány, és természetesen ez gazdagítja a lelkünket, gazdagítja a város szeretetét, erősíti bennünk annak a tudatát, hogy milyen jó, hogy mi székesfehérvári polgárok lehetünk.